Szia! Ma az anyagok mérhető tulajdonságaival fogunk foglalkozni. Amire szükséged lesz, az a környezetismeret tankönyved, a munkafüzeted, a füzeted és az íróeszközeid. Emlékezz vissza, hogy az előző alkalommal miről beszéltünk. Ugye az anyagok érzékelhető tulajdonságairól volt szó. Nézzük meg, melyek ezek. A szín, a forma, a szag, illat, íz, a felület, a hőmérséklet és a halmazállapot. Azt is megbeszéltük, hogy ezeket a tulajdonságokat az érzékszerveinkkel érzékeljük. Azonban a körülöttünk lévő tárgyakról, anyagokról csak az érzékszerveinkkel nem fogunk tudni pontos ismereteket szerezni. Ehhez mérésre van szükségünk. Ezt le is fogjuk írni a füzetbe. Készítsd elő! a cím az anyagok mérhető tulajdonságai. Ezt írd le, húzd alá vonalzóval és kék színessel. Ha ezzel megvagy, hagyd ki egy sort, írd fel, hogy első feladat, és fogalmazzuk meg a lényeget. Pontos ismeretszerzéshez mérésre van szükség. Másold le ezt a mondatot. Ha lemásoltad, a mérésre volt húzva alá vonalzóval és grafit Amíg dolgozol, állítsd meg a videót. Vegyük sorra a mérhető tulajdonságokat. Matematika órán, mert mindegyikről beszéltetek. Ez a hosszúság, a tömeg és az űrtartalom. Vedd elő a füzetedet, és írjuk le. Hagyj ki egy sort az előző után, írd fel, hogy második feladat, a címet, mérhető tulajdonságok, húzd alá vonalzóval, vagy hagyd ki egy sort, majd írd le, hogy hosszúság, tömeg és űrtartalom. Amíg dolgozol, állíts meg a videót. Most külön-külön mindegyiket egy kicsit átbeszéljük. Nézzük meg a hosszúságmérő eszközeit. Biztos találkoztál már ilyen kifejezésekkel, hogy egynapi járóföldre vagy kőhajításnyira. Régen az emberek olyan mérőeszközöket használtak, amelyek kéznél voltak, például a lábukat, vagy a hüvelykújjukat, vagy a lépéshosszát, vagy a könyököt, a kis araszt, esetleg a nagy araszt. Most már pontosabb mérőeszközöket használunk, mint például a vonalzót, a mérőszalagot, a szabót centit, a méterudat vagy a colstokot. A hosszúság mértékegységei a méter, a deciméter és a centiméter. Ezek sem ismeretlen fogalmak. Vedd elő a füzetedet, és írjuk be. Hagyj ki egy sort az előző feladat után, írd fel, hogy harmadik feladat, a címet, hosszúság mértékegységei húzd alá és grafitceruzával. hagyd ki egy sort, s másold be méter, deciméter, centiméter. Amíg dolgozol, állítsd meg a videót. Most a tömegmérő eszközeit nézzük meg. Olvashattál már egy véka búzát, vagy egy szakajtókosár kukoricát, mint kifejezéseket. Régen, a véka készülhetett fából, vagy veszőből, a szakajtót pedig általában gyékényből fonták, gabona lisztmérésére használták. Nem olyan régen mérőeszközként kicsit pontosabb volt már a kétkarú mérleg, vagy a hasonló elben működő polti mérleg. Ma már sokkal pontosabb eszközöket használunk, digitális mérlegeket a konyhában, fürdőszobában, vagy a boltokban. A tömeg mértékegységei a kilogram, a dekagram és a gram. Ezeket is írjuk le a füzetbe. Hagyj ki egy sort az előző feladat után, írd fel, hogy négyes feladat, húzza alá a címet, vonalzóval, graficzeruzával, hagyj ki egy sort, vagy másolta, hogy kilogram, dekagram és gram. Amíg dolgozol, Állítsd meg a videót. Lássuk az űrtartalom mérő eszközeit. Mesékből vagy népdalokból már ismerheted az egy bor vagy egy akó kifejezéseket. Mi is volt ez? Régen az ice az egy kannát jelentett, egy az körülbelül egy liter bort jelenthetett. Az akót hordóval mérték, egy hordó bor Körülbelül 5 litert jelentett. Ma is használunk még olyan mérőeszközöket, amik nem túl pontosak, de a napi gyakorlat nagyon jól mutatja, hogy ma is kiválóan használhatóak. Például a bögrem Gondolj csak a bőgrés sütikre, vagy a pohár. Ezek körülbelül 2-2,5 decisek. Sokkal pontosabb mérőeszközök már a mérőedények. Ezt az iskolában is láthattad már, használhattad már és ezek pedig a laboratóriumi mérőedények. Az űrtartalom mértékegységei a liter, a deciliter és a centiliter. Küzetbe leírjuk ezt is, hagyj ki egy sort az utolsó feladat után, ír fel, hogy ötödik feladat, a címet, űrtartalom mértékegységei. egységei vonalzóval és grafitceruzával, hagyj ki egy sort, és másold be. Liter, deciliter, liter, centiliter. Amíg dolgozol, állítsd meg a videót. Ha ezzel megvagy, vedd elő a tankönyvedet, nyisd ki a 68. oldalon, és olvasd el a tananyagot. A 69. oldalon kérdéseket találsz, próbálj meg rájuk válaszolni. Majd a munkafüzetedben oldd meg a 49. oldal negyedik feladatát. Hogyha ezzel elkészültél, akkor ismételd át a füzetbe leírtakat, majd az elkészült munkádat küld el nekem. Köszönöm a figyelmedet!